Szoláti olasz vízen kordó válogatás Egel Szólátról, hiszen a nevében is hordozza, hogy Szoláti azért származik, azért is, mert Egel Szólátról származik. Honnan jön ez a gondolat? Kedvenc sógorom egyszer meleg nyári napon bort ivott a konyhánkban, és megkérdeztem tőle, hogy Jancsikám, mit iszol, és akkor mutatta, hogy de neki mi a francon a kezeddel görcsöt kaptál, vagy mi van vele? Hát nem érted? Ja, mondom, hát a Szoláti. És hát ugye mivel Egel Szólától származik, és szerencsére a hangok is így következnek egymás után sorba, ez a kettőség adta az ötletet, hogy csináljunk a pincében egy kiemelést, egy válogatást, egy hordóválogatást. Hát ezek volna a Egel Szoláti olasz ízének egy válogatás, a hordó válogatása. Ezt általában már komolyabban terméskorlátozott szőlőből készítjük, és új fa hordóban, új barikban elrészük, és onnan is a legjobb tételeket válogatjuk össze. Úgy kerül palaszba általában 6-8 hónapos, de előfordult már, hogy 10 hónapos érlelés után, ahogy a bor jellege kívánja. Nagyon komoly, testes illatban, zamatban, gazdag és nagyon sok virágillatot tartalmazó bor, mint ahogy a címkén is lehet látni, hogy a pipasmező hullámzik és énekli, hogy Szoláti. Ez a bor is valami hasonlót mutat. Ehhez már komolyabb étkezés szükséges, tartalmasabb fehérhúsú ételekkel, és ebből fogyasztva az ízek, zamatok gazdagsága, tömörsége jelenik meg, és a fahordós érlelés is nagyon szépen finoman belesimul a bor jellegébe, de mégiscsak jellemzője ennek a bornak. Fogyasszák egészséggel! Thank you.